Rosnok község határában található, az ország legjelentősebb állami fácán és fogoly törzs állomány telepe. Innen a Gemenz ZRT telepéről történik a hazai apró vadgazdálkodók jó részének kiváló minőségű fácán tojással való ellátása. A fácánt a rómaiak hozták Európába. Időszámítás után 200-al vannak feljegyzések, hogy egy piaci árlistán egy fácán 50 dinárba került. Ugyanakkor ez időbeli áredzéken található, hogy egy hajóásnak az egynapi munkája 25 dinár volt, tehát akkor is egy értékes madár volt, akkor ugyan nem vadászatra tenyésztették, hanem így háztáiként előkelő udvarok ünnepi asztalain volt főfogás. Aztán a faj Itáliából fölkerült a rómaiak idején mi hazánk területére is, és az élő fauna része lett. Középkorban is találunk pár említést a fácánról, például a II. Lászlónak egy rendelete, aki 1500-as évek elején megtiltotta a fácán vadászatát, csapdázását, fogását a jobbágyoknak. Amikor a 19. század utolsó harmadában angol kisipari műhelyekben kifejlesztésre kerültek a ma is használatos utoltöltős, töltényel működő fegyverek, akkor kezdtek el az emberek foglalkozni a fácán tenyésztésével, vadászatával. Akkor már a természetes populáció nem bizonyosult elégnek, ugyanis az apróvad vadászatot a teríték nagysága minősíti, így elkezdtek foglalkozni, hogy is lehet a fácánt tenyészteni. Az 50-es évek végén, 60-as évek elején a tejesítés kezdetekor, nagytáblás mezőgazdasági területek kialakulásakor, gépi művelés, kemizációkor az apróvad állomány lényegesen lecsökkent, drasztikusan kezdett fogyni, és ekkor hoztak létre az országban különböző helyeken fácántelepeket, így alakult ez a lenesi fácántelep is 1964-ben meg, akkor építették a infrastruktúrát, az épületeket, és 65-ben kezdte a termelést. Az erdőgazdaság az állami fajvédelmi terv előírásai alapján ugyancsak itt lenesen teremtette meg a magyarországi fogolytenyésztés alapjait, amikor 2005-ben létrehozta Magyarország egyetlen fogolytörzstelepét. Így biztosítva, ennek az egykor igen elterjedt és pár évtizede még nagy számban vadászott őshonos madárnak a Kárpát-medencei fennmaradását. A fogoly ellenben a fácánnal egy őshonos madarunk, nagyon is hozzátartozik a magyar táj állatvilágához, madárvilágához. 41-ben volt egy nagyon nagy tél, amikor is több méteres hó esett az országban, és ez egy nagy fogoly pusztulást eredményezett. Valószínűleg ez a fogoly pusztulás nem egyedülálló a történelemben, csak ezt megerősítette a 50-es évek végén történő nagytáblás mezőgazdasági kultúrák kialakítása, a géphasználat, traktorhasználat, kemizáció, és így a fogoly nem tudott fölállni ebből a gödréből, és ez a fogoly fajnak ez a hanyatlása a mai napig is tart. Feszélyeztetett fajnak nyilvánították, és így indult meg 2004-ben ez a visszatelepítési program, aminek ez a fácán és fogoly telep lett a törzstelepe. A telepen alkalmazott technológia mind a fácánnál, mind a fogolynál hasonló. Két hasonló fajról beszélünk. Ez egy zártéri nevelésű technológia, ami három fő részből áll. Ugye mesterségesen összepárosított családoktól szedjük a tojásokat, mesterségesen kikegtetjük ezeket a tojásokat, aztán zárt előnevelőben történik a nevelésük az első és 4 hét közötti időszakban, aztán 4 hétes korukban a középnevelőkbe kerülnek, utána pedig 8 hetes korukban kikerülnek az utónevelőkbe. A lenesi fácántelep az egy speciális helyzetben van, mert egy erdőben épültek a tároló kerítései, tároló volierei, így a téli havazások idején nagyon behavazunk, és nagyon sok hó lerakódik a tárolóinkra, ezért a hálókat nem tudjuk fenntartani télen, így kiszfogjuk az állományt a hálók alól, lekötjük a szárnyaikat, a hálókat téli tárolóba rakjuk, így megőrizzük ezeknek a hálóknak az állagát, és 10-20 évig is tudjuk használni ezeket a drága hálókat.